Újvidéken 1990-től emlékeznek meg a Futaki úti temetőben az 1944-es, 45-ös ártatlan áldozatokról. Itt a történelmi VMDK kezdte a megemlékezéseket 30-valahány évvel ezelőtt, és jogutódja a VMDP folytatta, és azt gondoltuk, hogy mi ezt mindaddig nem adjuk fel, ameddig lesz magyar ezeken a tájakon. Tudjuk jól, hogy Újvidéken készül egy másik emlékmű is, tudjuk, hogy milyen peripétiák vannak körülötte, és mindaddig azt gondoljuk, hogy itt Újvidéken meg kell emlékeznünk az ártatlanul kivégzett magyarokról. Számukat sajnos a mai napig nem tudjuk. Bízunk abban, hogy egyszer a listák is előkészülnek, és egyszer lesz egy méltó emlékmű is. A Vajdasági Magyar Szövetségnek néhány napja egy nagyon-nagyon szomorú és közös veszteség ért bennünket, ugyanis Pásztor István elnök úr elhunyt, és nem tudjuk nem kihasználni ezeket az alkalmakat arra, hogy őt is megemlítsük, illetve őrá is emlékezzünk, hiszen Pásztor István volt az, aki a lehető legmagasabb politikai szinteken tárgyalt, sőt követelte azt, hogy az újvidéki 44-es, 45-ös ártatlan áldozatoknak is méltó emlékhelye legyen. Mi ezúttal is kifejezzük a ma ígéretünket és azt az eltökéltségünket, hogy ezt a szobrot fel fogjuk állítani Újvidéken, és annak ellenére, hogy a városi vezetés most ebben a pillanatban nem mutat hajlandóságot arra, hogy ez a szobor fel legyen állítva, mi ezt továbbra is szorgalmazni fogjuk, és véghez fogjuk vinni ezt a feladatunkat. A VMS alelnöke arról is szólt, hogyan készülnek a decemberi választásokra. Mi ezt a kampányt úgy fogjuk végigcsinálni, hogy ahogyan Pásztor Bálint is mondta a tanácsülésen, hogy az elnök büszke lehessen ránk. Tehát úgy fogjuk végigcsinálni a rendezvényeket, a mindent, ami a választásokkal kapcsolatos, ahogyan azt elnök úr szeretné tőlünk, vagy ahogy elvárná tőlünk. Az, ami az elkövetkező időszakban a feladatunk lesz, nyilván minden olyan jogi feltételnek meg fog felelni a párt, ami jogilag szükséges ahhoz, hogy a párt listát állíthasson, hogy a párt működhessen. A VMS vezetősége hamarosan meghozza a párt további zavartalan működéséhez szükséges döntéseket, nyilatkozta Vicsek Anna Mária.